Már lejöttem a kis terasznak a tetejéről fújni egyet. Ezt már nem nagyon akartam fölvenni, mert ugye meredek a tető, nem tudom hova rakni a kamerát, de olyan szívás ember, hogy na, mégis bekapcsoltam a kamerát. Hát a szakember az nem aprózta el. Tehát ez volt a tömítés. Van egy darab sziloplaszt, ez a koszos rész. Van-e valami tömítőanyag, ez a fehér, és van alatta még egy sziloplaszt réteg, tehát három réteget kellett levakarnom a falról. Alig van bőr a képemen, az ujjamon. Szóval nem aprózta el a mesterember, adott neki bőven mindenféle anyagot. Megyek vissza, úgyis le kellett jönnöm, azt hittem, hogy fölvittem magammal mindent, de hát rájöttem, hogy hülye vagyok. A felét elfelejtettem, most szüksége van egy vacak partfisra, mert azért letakarítom, ha már fent vagyok. Amiből természetesen kiállnak a szögek, azért mert akkor megmarkolom, beleáll a kezembe, és akkor nem elhittem el, biztos azért. Munkavédelmiseknek figyelmébe ajánlom az itthoni munkavégzést. Meg... mi ez? Hozok egy rongyot, amiben majd bele fogom törölni a kezemet. Ez hülye. Föl-föl, ti rabjai a földnek. Sok szart hova rakom? Állítottam ide egy alulétrát. Olyan raffinált vagyok, hogy mivel egyedül vagyok itthon, így kikötöttem, nehogy a kutya nálam is raffináltabb legyen, és nehogy Isten fellökje, vagy a szél fellökje. Mert aztán itt kuksolhatok egész estig a tetőn, amíg haza nem jön valaki. Hogy a francba fogok ide fölmenni kamerával a kezembe. Le. Áj, nem megy ez már nekem olyan gyorsan. Na, itt tartok. Na, ez a rész ázik be. Ezen kell javítanom. Ez micsoda jó kis kinyomom van. Van nálam egy kés, még nem vágtam le a cuccosnak a hegyét. Majd mindjárt következik, egy kicsit le kell söprögetnem. Ja, és hát ugye miért nincs bőr az ujjamon? Azért, mert ugye a sziloplaszt az általában úgy jön le a legjobban, hogy ugye innen felszakítottam azt a három réteg szart, és ami a falon maradt, azt meg le kell róla dörgölnöm, hát látom, van még rajta egy kicsi, mert ezzel még dolgoznom kell, mert ugye nem az a szándékom, hogy sziloplasztot ragasszak, mondjuk így sziloplaszthoz, mert most nem tudom, hogy mi a neve ennek a szarnak, amit vettem, hanem ugye a falhoz, meg a lemezhez kell hozzáragasztani, és akkor ezt úgy fogom megcsinálni, beledöftem a kést, elfeszítem a faltól majd a lemezt, a bádoglemezt, belenyomom ezt a cuccot, aztán kiveszem belőle, és akkor belenyomódik. Utána meg az egészet ugye ujjal el fogom húzni. Most ahhoz, hogy szép legyen, általában az ember nem csak az ujját használja, hanem a vizes ujját szokta használni, akkor szépen simánra lehet húzni ezt a ragasztóanyagot, illetve a sziloplasztot, de hát itt most a kutya nem fogja megnézni, ez az egyik fele, a másik meg még honnan, hova a rákba rakjak még ide vizet. Mindig ahogy megyek hátrafelé, mint a rák, majd mindig söprögetek egy kicsit. Meg
az a legnagyobb szívás, hogyha a használt szerszámok és mindenféle tárgyak megindulnak lefelé, akkor másszak le. Fischer, DBSI építő szilikon, elasztikus, egykomponensű, semlegesítő, tömítő anyag. Azt írják, hogy jó kültérre is, meg beltérre is. Meg hogy időjárás álló. Zárt kupak. Most vágom el a kezemet, vagy kiszúrom a szemem elől. Kenyérre nem fogom kenni, az biztos. Tényleg elhagytam a rongyot. Félek ám. Na, lemegyek érte, aztán jövök vissza. Köcsög! Na, ez egy picit olyan... Így első kinyomásra, mint a hegesztővarrat. És akkor fogom, ami kéznél van. És ez már nem is annyira csúnya, természetesen a fölösleget azt majd le fogom törölni, illetve ami az ujjamon van, azt visszakenem, és elhúzom még egyszer, ugye még nincs megszáradva. Át fogok menni az egészen újra, hogyha végigértem egyszer, biztos, hogy jó legyen a tömítés. Na hát így megy ez. Ja, ez azért meg, ez a kinyomó, ez a sziloplaszt kinyomó pisztoly, aki nem ismerné. Csak már jön belőle egy picit a giliszta. Szóval, hogy ezt láttátok, hogy ugye beletoltam az anyagot. Itt van ez a hosszú rúd, ennek a végén van egy tárcs, ami olyan, mint egy dugattyú. És amikor ezt a részét nyomom össze, akkor ez a szerkezet, ezt a dugattyú tolja előre. Utána elengedem, mikor végigért, mikor elengedem, akkor megint elkezdem összenyomni, és akkor megint jön előre. És abban az esetben, amikor éppen nem használom a kinyomót, akkor van ez a, hát nem tudom mi ez, mondjuk tehermentesítő, akkor mindig ezt így megnyomom, hogy ne legyen nyomás alatt a ragasztó, és akkor kevésbé jön ki belőle ez a giliszta. Jaj, minden le fog esni. Jó van, csinálom tovább. Most már megmutattam, hogyan kell. Úgyhogy a fürdőszobában valamit meg kell csinálni anyátoknak, akkor már majd tudni fogjátok.
Tudjátok, hogy hogy kell. Hamar rá lehet érezni. Nem nagy ördöngőség. És vannak, akik ezért a munkáért súlyos 10 000-eket fölvesznek. Úgyhogy meg is porolok. Na jó, van, tényleg csinálom, hello. Na és hogy miért csinálom kétszer, akkor ezt megpróbálom megmutatni. Először, amikor benyomom, akkor ugye idáig megy. Az ujjammal lenyomom közé a fal és a lemez közé, hogy ott szigeteljen. Majd utána másodszor, amikor végigmegyek, ugye itt lehet látni, hogy abba hagytam ezen a részen. Másodszor, amikor végigmegyek, akkor az ujjamat már kevésbé nyomom oda. Ennek meg az az értelme, hogyha jön az eső, akkor itt ne álljon meg. Tehát egy ilyen rádiuszt képezek az ujjammal, amire rámegy a víz, és majd szépen tovább fog folyni. Ha itt megnézitek, ugye itt még van egy bogár a kezemen, ha itt megnézitek, ugye ezen a részen, ahol még csak egyszer csináltam, ez még csak mögötte van. Tehát itt van egy vájú, és ezt a vájút töltöm föl a második húzással. Hát ilyen okosságok vannak. Na gyerekek, az a helyzet, hogy elkészült. Sokan mondhatják azt, hogy ki a szart érdekel, hogy ez a csávó fönn a tetőn sziloplasztozik. De nincs igazuk. Képzeld el, hogyha otthon a feleséged, a barátnőd, vagy az anyukád azt mondja, hogy ezt meg kéne csinálni, ezt szépen fogod magad, elszaladsz, megveszed a hozzávalókat és megcsinálod gyönyörűen. Mekkora Isten király császár leszel te ott. Lehet, hogy még estére bablevest is főznek neked, ha ilyen ügyes vagy, meg palacsintát. Te leszel a világ legnagyobb férfia, meg a legnagyobb ragadozója, hogy te ilyen dolgokat is meg tudsz csinálni. És ha megkérdezik, hogy te ezt honnan tudod? És akkor tanultam a YouTube-on. Erre mi lesz a válasz? Nem is gondoltam, hogy ez a YouTube ennyi minden okos dologra jó. Egy dologra viszont felhívom mindenkinek a figyelmét. A rongyot, amit használ, az lehetőleg ne anyád sája legyen, vagy ne a feleséged pántlikája, vagy bármilyen is. Mert most a sziloplasztot, meg ezt a tömítőanyagot ebből kimosni esélytelen, úgyhogy ennek a legjobb helye ott lesz. Nem a nyúlon túl, hanem az ágon túl a kukába. Már a 3 feladatot terveztem, ebből 2 megvan. How much time? 15 óra 53. Hopp! Valaki valamit feltöltött. Székely Vágán adott egy szívet. Valamelyik megjegyzésemre a 300 millióból. Kicsit elment az időm. Basszus, már megint csak az autóra nem lesz energiám, meg időm. Energiám az van. Lehet, hogy akkor az autónak majd holnap délután fogok neki. Valamivel el kéne mennem hajnalba dolgozni. Mehetnék biciklivel, utálom a BKV-t. Egy hajnal, sokáig tart. Van nekem egy robogóm is. Na majd meglátom. Viszont látásra, pajtások. Hát az elején még... Ja, visszatérek egy pillanatra, megvan az értelme. Az elején egy kicsit rinyáltam, hát ha nem lesz elég egy ekkora tubus... építő szilikon, de nem tudom mennyire látjátok. Bedugtam az ujjam, itt van egy kis hullám, benyomott dugattyú, az idáig tart. Tehát gyakorlatilag még ennyi maradt belőle, közben összekenem ezt a vacakot, ezt a drótot. Ja, és hogyha már voltál olyan szíves, és részt vettél a Megkelek képzőnek ezen az adásán, vagy ezen a oktatásán, akkor ahhoz, hogy igazi megmesterré válj, még elárulok egy titkot. Ugye megmaradt ennyi anyag. Sajnos ezeknek a sziloplasztoknak van egy olyan tulajdonsága, hogy itt a hegyénél, vagy a csőrénél, vagy mit tudom én, szájánál, akármilyen pici a luk, ez idővel elkezd beszáradni és megkötni. Viszont ekkora darab, vagy ennyi anyagot nem akarok eldobni. Lehet, hogy holnap lesz rá szükségem, lehet, hogy mit tudom én, 5 hét múlva, teljesen mindegy, de az a lényeg, hogy ez mindenképpen be fog száradni idővel. Ennek van egy ellenszere, és ez a titok, ezt a beszáradást simán lehet késleltetni. Van, aki szöget dug bele, meg ilyen hülyeségek, én ebben nem nagyon hiszek.
többszörösen kipróbált dolog, hogy szigetelő szallagot fogok, és rátekerem. Próbálom a lehető leginkább légmentesen betekerni, tehát túltekerem, elhajtok, és még rátekerem. Ha nem kell rátekerni az egész vizét, teker, már meg is sokat mondtam, számoljátok meg, hogy mennyi. Nem kell az egész szikszalagot rányomni, de azért alaposan rá kell nyomkodni. Ezzel nem fogod elkerülni a beszáradást. Tehát azt mondom, hogy jövőre, vagy másfél év múlva ez már úgyis kidobásra fog kerülni, tehát nem fog az idők végezetéig használhatóvá válni. Maradni. Nem lesz az idők végezetéig használható. Na, csak kinyögtem valahogy. A lényeg az, hogy a beszáradást ezzel a módszerrel lehet késleltetni. Ne kérdezzétek, hogy pontosan mennyi ideig, de hát figyelj, mondjuk ez mennyire vettem, azt hiszem, 870 forintért vettem, nyilván van ennek a duplájáért is, mit tudom én, de attól függetlenül 870 forint, akkor is 870 forint. Megtettem a tőlem terhetőt, elárultam nektek is, hogy mi újság van. Következő adásunkban valószínűleg gépjárművet fogunk szerelni, mert az igazi férfi az mindenhez ért egy kicsit, de legalábbis ezt állítja magáról. Na, nem rabolom az időtöket tovább. Jó sziloplasztozást, ennek alapján már mindent meg fogtok tudni csinálni. Üdv, szevasztok, megmesterek!